Több lövöldözés is volt az Egyesült Államokban a hétvégén. Különböző városokban, utcai rendezvényeken, parkolókban, bulikon lőttek le ismeretlenek embereket. A rendőrség egyik esetben sem ismeri a tetteseket egyelőre. Az egyik érintett amerikai város polgármestere azt mondta, túl sok fegyver van rossz kezekben. Seattle-ben egy parkolóban tört ki lövöldözés péntek este. A rendőrség lezárta a területet. Az elkövető 5 embert sebesített meg, 2 életveszélyes állapotban vannak. A lövöldözés akkor történt, amikor a parkolóban egy tömegrendezvényt tartottak. Egyelőre nem világos, hogy egy vagy 2 elkövető adott le több sorozatot a fegyveréből. A rendőrség hajtóvadászatot indított és megpróbálja kideríteni, mi lehet a támadás hátterében. A polgármester csak annyit mondott, túl sok fegyver van, rossz helyen és rossz kezekben. A hétvégén azonban nem ez volt az egyetlen tömeges lövöldözés az Egyesült Államokban. Michigan államban, Lansing városban, egy bevásárlóközpontnál 5 megsebesültek, amikor egy ámokfutó tüzet nyitott az épületnél összegyűlt tömegre. A sebesültek 16 és 26 év közöttiek, 2 életveszélyes állapotban vannak. Chicagóban pedig egy nő meghalt, további 8 nő pedig megsérült, amikor ismeretlenek tüzet nyitottak rájuk. Számolt be erről az esetről Lukóczki Gábor, a közmédia tudósítója. A lövöldözést követően a kiérkező chicagói rendőröket egy nőkből álló nagyobb csoport fogadta, akik elmondása szerint egy fekete dzsip hajtott oda hozzájuk, amiből többen felfegyverkezve kiszálltak, majd lőni kezdtek rájuk. Az egyik 21 éves áldozatot arcon lőtték, röviddel később a kórházban vesztett életét, míg a csoport másik 8 sérültje túlélte a támadást, amely a sorban a 418. tömeges lövöldözés volt ebben az évben. Chicagóban nem ez volt az egyetlen lövöldözés a hétvégén, a város különböző pontjain, a különböző incidensek során több mint 40 ember szenvedett lőtsérülést, közülük 5-en haltak meg. Indian államban, Mansi városban, vasárnap hajnalban egy 30 éves férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor egy utcabálon lövöldözés történt. Szemtanúk azt mondták, a partira többen fegyverrel érkeztek. A rendőrség egyelőre nem tudja, mi váltotta ki a támadást, és egyelőre azt sem tudják, hány tettes lehetett. A helyieket arra kérik, segítsék a munkájukat, és bármilyen információjuk van a merénylőkről, értesítsék a hatóságokat.